Jelentek, 25 éves a GKI, és nagyon köszönjük, hogy eme alkalomból eljöttetek hozzánk. Nagy örömmel köszöntök mindenkit, aki itt van. Köszönetet szeretnék először külön mondani azoknak a vezetőknek, akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt időszakban, akár Lászlónak, a GKI elnökhelyettesének, Molnár Lászlónak, vezérigazgatónak, és Kassai Gábor vezérigazgató helyettesnek. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégámnak, aki részt vett ebben a munkában, minden olyan kollégának, aki most dolgozik velünk, minden olyan kollégának, aki régebben dolgozott velünk, és sosem felejtjük el azt az odaadást, azt a nagy, komoly tevékenységet, amit az elmúlt időszakban ők tanúsítottak. Köszönet az összes megrendelőnknek, mert természetesen a GKI világ életében 25 éve a megrendelőkből él. Semmi másból nem élünk, csak a megrendelőkből, ezért nagyon-nagyon-nagyon köszönjük a sok-sok-sok megrendelést, amit adtak, és azokat, akik most itt külön itt vannak, azokat meg pláne külön köszöntöm. Köszöntöm azokat a barátokat, érdeklődőket, akik elfogadták a meghívásunkat. Olyan barátok is vannak közöttünk, akik Kínából érkeztek. Külön örülök, hogy kínai vendégeiket is üdvözölhetünk a GKI konferencián. Ez első alkalom, hogy a Kínai Társadalomtudományi Akadémiának a vezető képviselői vannak a GKI bordon. Köszönet a sajtónak természetesen, hiszen a sajtó az nagy hatalom, még annál is nagyobb hatalom. És a sajtó nélkül természetesen a mi híreink, a mi információink, azok nagyon nehezen terjedtek volna a világban. 25 éve kutatjuk a gazdaságot, több-kevesebb sikerrel, több-kevesebb kudarccal. Megpróbáljuk megérteni a meg nem érthetőt, és elmagyarázni az elmagyarázhatatlan. Megpróbálunk segíteni a cégeknek abban, hogy hogyan lehet jó cégeket építeni, és megpróbálunk segíteni abban, hogy a cégek fejlődjenek és gazdagodjanak Magyarországon, esetenként pedig egész Európában. Szellemi örökösei vagyunk a korábbi cégeknek, annak a gazdaságkutatónak is, amely a két világháború között működött, és annak a gazdaságkutató intézetnek is, amely 1966 és 92 között működött. Ugye 92-ben alapítottuk meg a GKI gazdaságkutató részvénytársaságot, ugye ez az, ami a 25 év, hát az utolsó 25 év ebben a időszakban. Váratlan események a gazdaságban mindig adódnak, és időnként adódnak váratlan események az életben. Lázár János miniszter úr sajnos azért nem tudott eljönni közénk, mert Hódmezővásárhely polgármestere elhunyt, és emiatt Lázár Jánosnak olyan kötelezettségei voltak annak, ami miatt nem tudjuk lenni a mai konferenciánkon. Természetesen hát nagyon sajnáljuk, hogy nem tudott jönni, de azon belül meg nagyon sajnáljuk a halálesetet. Itt van azonban, és szeretném tisztelettel és köszönettel bekonferálni Csepregi Nándor urat, a miniszterelnökség államtitkárát, miniszterhelyettest, és föl szeretném kérni arra, hogy tartsa meg bevezető előadást.